Szóval ott tartottunk, hogy háromféle init eszköz van elterjedve, fogalmazunk így, és ebből ugye a System 5 initnek nevezett verzióról beszéltem egy keveset, azzal, hogy mint említettem, muszáj megismerni, mert egyrészt van még, aki használja, másrészt, mert itt azért vannak nyomai az egyéb alternatív init eszközökben. Na most, mint mondtam, a valamilyen értelemben sorrendben a következő, az az Ubuntu által, vagy az Ubuntu fejlesztők által kitalált, kifejlesztett Upstart nevű jószág. Rögtön itt egy idézet magának a Upstart Ubuntu vagy org oldalról. Jó, lefordítottam. Tehát eseményvezérelt init helyettesítő, ez ugye eleve eltér az előző System 5-ostól, amelynél feladatok és szolgáltatások lehetnek. Feladatok és szolgáltatások közötti különbség vajon mi lehet? Feladat azt egyszer meg kell csinálni, aztán ha készen vagyunk, készen vagyunk. A szolgáltatás alatt ők itt konkrétan azt értik, amikor elindul egy alkalmazás, és csak fut, és csak fut, és csak fut. Gyakorlatilag ugye az ilyen végtelenségig, a gép kikapcsolásáig működő szervizeknek a megfelelője, vagy az elnevezése ez, amit én így fordítottam, hogy szolgáltatás. Szóval a feladatok, szolgáltatások események hatására indulnak és állnak le. Azaz, kicsit egyszerűsítve a helyzetet, az egy esemény, hogy bekapcsolom a gépet, és a bekapcsolás során eljut ebbe, abba az állapotba. Az egy esemény, hogy megjelenik egy hálózati interfész. Az egy esemény, hogy ez a hálózati interfész például kap jelet, app állapotba kerül. Az egy esemény, hogy a DHCP szervertől megérkezik a válasz. Ennek aztán lesz egy olyan hatása, hogy valami történik. Na most, ami érdekessége a dolognak, hogy akár taskokról, tehát ilyen egyszerfutó, akár szervizekről, tehát ilyen folyamatosan futó, sok klienst esetleg kiszolgáló eszközről van szó, ezek az események, bocsánat, ezek a feladatok, ők maguk is képesek arra, hogy eseményt generáljanak. Tehát akár ilyen esemény láncolatok is előállhatnak, megtörténik valami, ennek hatására ugye az eseményvezérelt rendszer elindít egy alkalmazást, ami újabb eseményt generál, aminek hatására persze egy újabb alkalmazást, majd egy újabb indulhat el. Azaz, itt korábban a Sysway init kapcsán emlegettem, hogy például az meglehetősen kellemetlen hibája ennek a hagyományos initnek, hogy nem igazán lehet párhuzamosítani, nagyon kényelmetlen, nehézkes és nem is igazán tökéletesen megvalósított maga a függőségkezelés. Itt a fejlesztők meg azt mondják, hogy mondjuk a hagyományos, szekvenciális sorszám alapú init megvalósításban az egy dolog, hogy ahhoz, hogy a hálózati szerver funkciókat elindítsuk, ahhoz függőségnek beállíthatjuk azt, hogy kell, hogy legyen működő hálózati interfész, amin keresztül ugye minket elérnek és amin keresztül mi szolgáltatunk. De kicsit leegyszerűsítve a dolgot, egy file server, egy levelező szerver, egy web proxy, egy web szerver egymástól nem függ. Az igaz, hogy mindegyik igénylő, hogy legyen hálózat. Ami elég egyértelműen azt is jelenti, hogy akkor persze lesz egy sorrend, hogy először főkonfigurálják a hálózatot, majd utána az előfelsorolt négy komponens valamilyen sorrendben elindul. Holott totálisan függetlenek egymástól, és teljesen értelmetlen dolog az, hogy mondjuk a webproxy megvárja, hogy elinduljon a levelező szerver. Hát semmi közük egymáshoz. Na de abban a szekvenciában, hát valamelyiket előrébb kell venni. Tehát hiába van függőségkezelés, önmagában például párhuzamosítani, eléggé nehézkes. Nem azt mondom, hogy nem lehet, mert Linux alatt én ugyan nem láttam olyan init megvalósítást, bocsánat, System 5-os init megvalósítást, ami tudna igazán jó párhuzamosítani, de azért kereskedő Unixokban ezt mondjuk 15 éve már megoldották. Hogy van olyan, amelyikben tudott
párhuzamosítani. Speciális módon kellett megcsinálni ezt a bizonyos kutató szkriptet. De ami 15 évvel ezelőtt érdekes valami volt, az ma egy teljesen természetes igény, lévén 15 évvel ezelőtt komolyabb szerverek voltak esetleg, olyanok, hogy több processzor volt benne, tehát a párhuzamosításnak volt értelme. Ma meg lassan ugye a legutolsó telefon is 6-8-10 processzorral rendelkezik, pláne egy szerver, nyilván egy mai szerver az kettővel persze, de általában ma már sokkal nagyobb igény az, hogy de hát ha egymástól függetlenek, akkor fussanak egymástól függetlenül, ha tudnak, akkor akár párhuzamosan is. Na most egy ilyen eseményvezéreltnél tulajdonképpen ezt már meg lehet oldani, mert 2-3-4 alkalmazásnál is azt mondom, hogy ha az adott esemény bekövetkezik, akkor ez induljon el. Innentől kezdve egy ilyen eseményvezérelt eszköz, majd megoldja, bejött az esemény, be. Kik várnak rá? Ő is, akkor ezek induljanak el. Nyilván az elindulás nanoszekundumra nem lesz ugyanakkor, mert valamilyen sorrendben elindítja őket, de onnantól már párhuzamosan futhatnak. Természetszerűleg ez feltételezi, hogy olyanokat akarok párhuzamosan futtatni, akik között nincsen kapcsolat. Mert ahol van kapcsolat, akkor azt meg kell kezelni, és akkor föl kell építeni egy rendes függőséget. De amik függetlenek, azokat miért ne indíthatnám párhuzamosan. Na most, gyakorlatilag ez az eseményvezéreltség, ez nagyon szépen bevezeti azt, hogy aha, akkor innentől lehet párhuzamosítani. Ami elvi szinten azt eredményezi, hogy lehet gyorsítani ezeknek az indítását. Miért mondom, hogy elvi szinten? Triviális helyzet. Nincs több processzor a szerverben. Akkor ugye csak látszólag gyorsítottam, mert ugye az egyszál nyomorú processzorért veszekszenek. Ezt nyilván én így ma már nem nagyon feltételezhetem, hogy csak egyszál processzor van, egyszál maggal, még egy vacak hyperthreading sincs benne, de attól ez még tény, ma még azért vannak ilyen gépek, ott ez nyilván nem gyorsít. De van ennél egy sokkal praktikusabb ellenérv, ami az ellen mutat, hogy de még valódi több processzoros, vagy akár csak több magos környezetben sem biztos, hogy nyerek a párhuzamosítással. Hát az IOR rendszer, hát azért valahonnan azokat a programokat be kell olvasni, akiket mi el akarunk indítani. És az nagyszerű, hogy én itt most egy tized másodperc alatt 36 szoftvernek tudok szólni, hogy hé, indulj el! De annak a 36 szoftvernek ugye ugyanaz az egy szárnyomorom, az diszk fogja odaadni a fájrendszert, ahonnan elő kell vakarni a hozzátartozó adatterületet. Azaz már maga az indítás sem lesz természetesen párhuzamos. Nyilván szélsőséges esetben játszhatjuk azt, hogy minden applikáció külön diszken van, ezt azért nem valószínű, a közeljövőben megvalósítanánk. Addig viszont az IO azért keresztbe tehet, nem állítom, hogy tesz. Vannak helyzetek, amikor láthatóan keresztbe tesz. Kollégával jót vitatkoztunk múltkor, mint említettem. Ezen a gépen, ez a gép nagyjából háromszor olyan erős, mint az, amit én otthon használok. Nagyjából ugyanaz a hulladék IOR rendszer van. A csodálatos párhuzamosított appstarttal hamarabb látom a login promptot, mint az otthoni. Csak utána vannak gondjaim. Mert utána a háttérben veszekszenek az IO-ra, vagy az IO miatt, és fizikailag az otthoni egyébként jóval lassabb gépen gyorsabban tudok elindulni, mint ezen. Oké, vannak egyéb különbségek is, mások rendszer, más fájrendszer struktúra. De attól ez még tény, hogy itt nagyon hamar eljutok egy valamilyen látványos helyzetig, de nem biztos, hogy utána az ténylegesen valójában aktuálisan működőképes is, azon túlvedően, hogy látok valamit. Nyilván ez egy nagyon pozitív szempont, a felhasználót semmi nem tudja jobban megnyugtatni, mint egy mozgó homokóra, ez világos. De attól még önmagában ez a tény persze nem fog gyorsítani. Na most az egy másik dolog, hogy maga a
abstart nem azért lett, mert hű, de nagyon fontos lenne a rendszerindítást felgyorsítani, de csak azért osztam föl, mert ezeknél az init helyettesítőknél szeretik ezt is feldobni, hogy de ha nem így futtatjuk, hanem úgy, akkor annak például ilyen-olyan következményei is lesznek. Na most hát mivel tartottam egy meglehetősen rövidre sikeredett előadást, csak 10 perccel voltam hosszabb a megengedetnél, vagy negyed órával, nem is tudom. Pont erről a három initről, tehát azt elmesélhetném, de azért nem fogom olyan részleteiben elmondani. A lényeg, hogy természetesen egy jól tervezett inittel sokat lehet dobni a rendszer indítási idején, és ha szerencsénk van, akkor csökken, mert növekszik. De lássuk be, ez önmagában azért nem kell, hogy tényező legyen, mert hogy a szerverről beszélünk. Milyen sűrűn szoktatok szervert újraindítani? Tehát normális esetben 1-2 évente egyszer-kétszer. Hát annál, mert 40 másodperc vagy 30 hatát az új tök mindegy, de ha 2 perc versus 3 másodperc, akkor is tök mindegy. Úgyhogy nem szempont, de azért elő szokták kapni. Na most. Mint említettem, ugye a System 5 Init-nél gyakorlatilag shell scriptek voltak, shell scriptek szintén shell parancsfájlként megírt konfigurációs fájlokkal voltak vezérelhetőek, és egy ilyen eléggé kussza, nagyon sok fájlból álló indítási mechanizmus volt. Többek között ezt is a negatívumai közé sorolták, hogy túl sok fájl emiatt ugye tovább lassul az indulás. Tehát cseréljük le egy másikra, ugye az upstartál ez a másik, ahol azt mondjuk, hogy nem shell scriptek vannak, hanem jobok vannak. A jobok nagyon jók, mert ezek írják le a szolgáltatásokat, amiben benne van természetesen az az információ, hogy ő mit csinál fizikailag, meg az az információ, hogy milyen eseményre vár, meg az az információ, hogy mondjuk ha kell, akkor az adott szolgáltatás milyen eseményt indukál, ő maga. Azaz, volt eddig egy script gyűjtemény, a script ugye egy szöveges parancsfájl. Ehelyett most job gyűjtemény lett, aminek jellemző tulajdonság, hogy nem egy programozási nyelven van megírva, hanem egy másik hasraütésszerűen kialakított nyelven. Azaz önmagában nem biztos, hogy ez a tény ez pozitív tulajdonsága a lapstart. Na most. A System 5-nál igazából nem volt egy teljesen egységes elv arra, hogy a különböző szolgáltatásokat mi módon lehetett indítani. Én ugye leírtam, hogyha tudod, hogy a per etc per init.d-ben vannak a scriptek, még ne a gyúristen ránézésre föl is ismered, hogy melyik script vajon milyen szolgáltatáshoz tartozhat, mert ugye ez a lényege. Akkor az adott script start vagy stop paraméterével történő indítás általában megfelelő eszköz volt arra, hogy az adott szolgáltatást elindítsad, vagy ha éppen fut, akkor leállítsd, vagy ha valamiért úgy gondolod, akkor ugye restartod, újraindítsd, ilyesmi. Az más kérdés, hogy nem volt róla szó, de voltak például ilyen vicces tulajdonságban, illetve vannak a System 5-nak, hogy nagyon sok esetben, mint mondtam, egy konfigurációs fájlban írjuk le azt, hogy egyáltalán magát, a szolgáltatást akarjuk-e. Mondok egy példát, ha van egy cron egyenlő egy nevű shell változó értékadás az 1 millió config file valamelyikében, akkor amikor fut a cron indító script, ő beolvassa, cron értéke 1, akkor tényleg el kell indítani magát a valódi szolgáltatást, és elindítja. Még ha ugyanabban a config file-ban az vagy a cron 0, akkor nem köszönjük, nem is kell elindítani. Tehát a futás során, a rendszerindításkor le fog futni a script, beolvassa a config file-t, és attól függ, hogy abban mit talál, vagy elindítja valóban a szervizt, vagy nem. Eredmény. Ha nincsen a config file-ba beállítva, vagy akkor futtatni akarom, akkor én hiába mondom kézzel azt, hogy per etc per init.d cron start. Mert ugye beolvassa a config file-t, jaj, hát bocsánatot kérek rá. Az szerint nem kell elindulni. Ez például egy hiba. Ez is egy olyan hiba, amit van, ahol megoldanak. Van olyan System 5 init helyettesítő, amelyik rábeszélhető, hogy bocs, force start, függetve attól, hogy mi van előírva.
vagy force, stop, függetlenül attól, hogy állítólag el sem indítottuk. Itt ilyen nincs. Itt maga az a job. Azt valaki feldolgozza, nyilván az upstart valahogy összeszedi, hogy milyen jobok vannak. De fizikailag lefuttatni akkor fogja, ha megjelenik az esemény. Ennek természetszerűen a következménye az, hogy innentől kezdve nem fog menni az, hogy te a job fight, kicsit durván fogalmazva, start-stop paraméterrel, igen, nem, yes, no, 1-0, hasonló paraméterezéssel elindítod, és ezzel az egyébként bennem konfigurált szolgáltatás elindul. Nem, neked ehhez generálni kell egy eseményt. Magyarul, még a System 5 Init-nél te ezeket a scripteket futtatgathattad kézzel, itt kell egy parancs, parancs neve, init control, amivel én szabályozhatom ezeket, hogy na akkor most bocs, most szeretném azt mégis futtatni, szeretném azt leállítani, újraindítani, státuszinfót kérni tőle. Tehát ugyanazokat csinálod, mint amiket a hagyományos System 5 Init-nél a scriptnek adtál meg, azt most az init controlon keresztül intézed. Na most. Hát itt egy jó kis táblázat, init control start stop, szerintem világos, paraméterként meg kell adni, hogy mi az a szolgáltatás, mi az a job, aminek az indításával, illetve leállításával hajtasz valamit kezdeni. Restart reload, ez ugye ugyanaz, mint a scripteknél, leállítjuk, majd újraindítjuk, illetve odaszólunk az adott szolgáltatás végző alkalmazásnak, hogy legyen szíves, olvassa újra a konfigurációját, és annak megfelelően konfigurálja át magát. Nyilván az init control státusz az ugye a korábbiakban a script indítása státusz paraméterrel funkciónak felel meg, tehát ugye mégis meséld már el, fut, nem fut, ha nem fut, akkor mire vár, vár egyet. És hát, hogy nyilván, hogy kerek legyen a dolog, ha egyszer itt esemény alapon történik az, hogy valami egyáltalán elindul, vagy nem, innentől kezdve az is egy lehetőség, hogy te magát az eseményt generálod, nem pedig a szolgáltatást indítod, vagy állítod le. Mert, mint mondtam, ugyanarra az egy szál eseményre természetesen több különböző szolgáltatás is várhat, és mind ráveti magát, ha az adott esemény bekövetkezik. Erre, mint a Disztem, szintén az init control szolgál, emit paraméterével. Nyilván paraméterként itt valamiféle eseményt kell megadni. Attól függő, hogy az egyes jobok mit írnak elő, ennek lehet olyan hatása, hogy valamilyen futó alkalmazás leáll, meg lehet olyan, hogy három másik elindul. Ez egyszerűen a magán adott job definícióján múlik. Na most, hát ide kivételesen ide jöttem két ilyen hihetetlen egyszerű kis példácskán, init control list, ez ugye egyrészt lekérdezi, hogy egyáltalán milyen szolgáltatás van, ami globálisan megkonfigurálva a rendszerbe, amik közül egyáltalán nem állítható, hogy mindegyik fut minden bizonnyal, nem. Ezek vannak, és ha bejön az esemény, akkor elindul, vagy ha bejött, akkor esetleg elindult. De egyáltalán, hogy a rendszer mitről tud. A másik pedig egy érdekes példa, ugyanis az init controlnál, mint említettem, ugye, ugyanarra az eseményre több különböző job várhat. Na de olyan is van, hogy egy adott job különböző példányokban futhat. Például az egyik legjellemzőbb, ebben a kategóriába sorolható dolog, a hálózat. Régen volt egy valamilyen script, ami fölhúzta a hálózati interfészeket, ABCD sorrendben. Ma megnyugodtan mondhatjuk, hogy van egy olyan job, ami egy konkrét hálózati interfész felkonfigurálását végzi el. Hogy melyikét, az az adott job példányának az egyik jellemző tulajdonsága. Azaz, amikor beérkezik egy olyan esemény, hogy hálózati interfész kész, él, hardveresen rendben van, akkor majd az adott esemény hatására elindul ez az általános job, paraméterként viszont megkapja azt, hogy konkrétan az ETH3-as hálózati interfész az, aki készen van, tehát ugye a szoftveres konfigurációt el kell vele végezni,
Tehát elindul az adott jobból egy ETH3 specifikus példány. Tehát, ha neked szükséged van, akkor az adott konkrét példányra vonatkozóan adhatsz ki mindenféle parancsokat. Hát itt ugye most azt mondtuk, hogy van az a job, hogy Network Interface, ő neki a státuszát kérdezem, na de neki nincs státusza, mert a Loopback Interface, az ETH0, a VLAN0, a Wi-Fi, a TR0, akármi nevű interfészek. Hez tartozó konkrét specifikus példányának van státusza, hogy elindult, leállt, vagy éppen még csak várakozik valamire, ezt pedig megadom egy az adott jobra specifikus paraméterrel. Ezeket a paramétereket ilyen shell változó értékadás formában adom meg a parancsolban. Azaz, egyébként amikor lekérdezem, akkor ez látszik is. Hogy hát kérem, Network Interface-ből fut ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez. Van egy konkrét példánya még a Loopbackhez, egy másik az ETH0-hoz, egy harmadik, nem tudom, nem ez. Azaz, a helyzet miben változott? Megszűnt a shell script, lett helyette job. Az eddigi shell scripteknek volt egy egyébként ismert nyelve, amiben te leírtad a feladatot, most ehelyett lett egy másik nyelv. De ha jobban belegondolunk, nem lett kevesebb a fájlokból. Mert hát eddig volt egy script, ami megcsinált valamit, most van egy job, ami ugyanennek a valaminek a megcsinálását, ugye feltételhez köti, eseményt generál, utasítást hajtat végre. Tehát ilyen értelemben nem lett jobb a helyzet. Szerintem rosszabb is lett azzal, hogy egy plusz újabb nyelvet kell megtanulni. Most azzal együtt is, hogy maga a nyelv egy-egy ilyen konfigurációs fájl megmutatása azért nem túl bonyolult. Na most, ha emlékeim nem csalnak, ezt éppen nem másoltam bemondván minek. Úgyhogy... Mi az a kettő? ETC init hostname conf. A példákból nem kell feltétlenül következtetni tudni, de azért elárulhatom, tehát egyrészt upstartnál a per etc per init, az a könyvtár, ahol körbe kell nézni, míg ugye a System 5-nál azt hangzott, hogy per etc per init von d. A System 5-nál shell scriptek voltak, amikre igazából nem volt kötelező elnevezési konvenció. Láttam már olyat, ahol minden shell scriptnek pont SH kiterjesztése volt, de egyébként nincs jelentősége a dolognak, és nem is jellemző. Az abstrakt jobok akármi conf fájlokkal vannak leírva. És akkor... Mi volt? Conf? Hát itt látszik, azt nem mondom, hogy nagyon jól látszik, de azért itt látszik, hogy hogy is néz ki például ez a bizonyos a gép hálózati nevét beállítandó job file. Talán jobban látszik, talán nem. Tehát, szerintem nem kell nagyon ragozni, az eleje az ugyanúgy megjegyzés, mintha ő shell script lenne, csak nem shell script. Ebben a némi megjegyzés részben szépen elmagyarázzuk, hogy hát kérem, ez micsoda, mit csinál. Hát ezek a szokásosak, amit egy átlag program kapcsán dokumentálni szoktak. Ki csinálta, mit csinált, hogy csinálta, miért csinálta, hogy kell használni, ilyesmi. Na most, a description rész szerintem nem igényel magyarázatot. Vagyszerű. Le van benne írva, hogy ő mire szolgál. Start on startup. Mit is mondtam? Eseményvezérelt, tehát amennyiben valahogyan, nem tudjuk hogyan, előáll az az esemény, amit úgy hívunk, hogy startup, na akkor kell ennek a jobnak elindulnia. Task. Mi volt a task? Egyszeri, csinálok valamit, készen vagyok jellegű művelet. Tehát ez a job egy ilyen egyszeri végrehajtandó művelet, vagy művelet sorozat leírására szolgál, és hát az exeket meg rá lehet éppen jönni, ez ugye az execute-nak a Unix-os rövidítése, és azt mondja, hogy tehát, amennyiben a startup nevű esemény bekövetkezne,
akkor azt kell csinálni, hogy le kell futtatni, egyszer meg kell várni a befejeződését, majd ha ez készen van, akkor készen van. Tehát le kell futtatni azt, hogy. És megdöbbentő módon ott van mögötte egy hót, közönséges, Linuxos kanális. Oké, nagyszerű. Akkor nézzünk egy másikat. RTC per INET, INET Network Interface. Hát a képernyő aljából már látszik, hogy egy picit hosszabb, mint az előző. Mert ugye jelzi, hogy van itt még mit mutatni, az elején van némi komment ugyanúgy. Description ugyanazt jelenti, megjelent egy újdonság, mit is mondtam, ezek a jobok esemény hatására indulnak el, de ők maguk is generálhatnak eseményeket. Itt ez a három darab emits kezdetű sor szerintem elég egyértelmű. Pontosan azt jelenti, hogy ennek a jobnak a hatására bekövetkezhet az az esemény, hogy net device up, net device down, static network up. Nagyszerű. Oké? Start on és stop on. Gondolom az előzőek alapján ez már ugye egy fokkal érthetőbb. Ha a net device added nevű esemény bekövetkezett, és erről ugye az upstart valahogy értesítést szerez, akkor, mivel ebben a jobban szerepel, hogy ő ennek hatására kell, hogy induljon, akkor az upstart őt el fogja indítani. Illetve, ha a net device removed névre hallgató esemény következik be, akkor le fog állni, de ennek a jobnak az a példánya, aminek a példányosításában az interface egyenlő valami paraméter szolgál azonosításra. Na most a dollár interfészt gondolom nem nagyon kell magyarázni, mármint annak, aki látott Unixos shell scriptet. Mert aki nem, annak most elmondhatom, hogy ez itt egy változó helyettesítés. Na most, tehát, ha felkonfigurálódtak az interfészek, és valamilyen oknál fogva az egyiket eltávolítottuk, de mindegy, hogy hogyan, vagy bármilyen egyéb módon generáltuk azt, hogy net device removed esemény, abban az esetben ez a job ugyebár újra szóba kerül, mert ennek a jobnak az interfész egyenlő, teszem ezt ETH3 paraméterrel azonosított példányát a upstartnak majd le kell állítania. Na most, instance dollár interfész, pontosan az, amit mondtam, hogy így példányosítjuk, és ugye attól függően, őt milyen paraméterrel indította el az upstart, attól függően lesz neki egy ilyen nevű példánya. Illetve hát ugye export interfész, hogy gyakorlatilag a job által indított, vagy a job futásakor szerepet játszó parancsokban látszódjon ez a bizonyos interfész, nem úgyhogy változó. Na most, pre-start script, bla bla bla, end script. Már is eljutottunk odáig, ami miatt én prüszkölök, mert ugye azt is mondták, hogy az a baj a system file init-tel, hogy tele van olvashatatlan senki által fel nem tud dolgozható scriptekkel. Na most az előző exec az még elfogadható volt, de ebben akárhogy is nézem, ez script. Teljesen, szabályosan, pontosan ugyanazzal a shell-lel végrehajtandó, pontosan ugyanazon a nyelven megírt script. Azaz nagyon jó, hogy az előző példában éppen sikerült egy exekkel egy szál nyomorult parancsot végrehajtatni, de egy picit is bonyolultabb esetben ott már lehet, a pekünk van, akkor ott lesz egy script futtatás. Na most, magát a shell scriptet most nem fogom értelmezni. Önmagában a shell programozás így nagyjából egy hétig tartó folyamat, hogyha az ember rendesen akar vele foglalkozni. De a lényeg, hogy itt most az történik, hogyha az adott esemény bekövetkezik. Mi volt az esemény? Net device added.
akkor, mielőtt ő bármi egyebet csinálna, mert ugye prestart a kult szó, akkor ezt le fogja futtatni. Pont ugyanúgy Shell scripttel, mint ahogy a System 5 init-ben. Shell futtatta le a scripteket. Azaz, következésképpen pont ugyanúgy el lehet rontani, pont ugyanúgy lehet hibásan megírni, pont ugyanúgy szükségünk van arra, hogy egy shell ott működőképes legyen. És itt tovább. Tehát ezzel azért nem nyertünk. Bonyolódott a helyzet azzal, hogy meg kell tanulni magának még a jobboknak a szintaxisát is, azzal együtt is, hogy azért ebből a pár példából látható, hogy nem nagyon bonyolult egy ilyen job, mert megmondom, hogy milyen esemény hatására induljon, álljon le, hogyan történjen az az indítás, leállítás, esetleg ő maga milyen eseményeket generál, de körülbelül ennyi. De attól még ez egy plusz, újabb szintaxis, hogy meg kell tanulni. Na most, ugye prestart script, end script, illetve post stop, az ugye már nem script, hanem megint csak egy darab szerencsétlen parancs. Tehát, ha bekövetkezik az az esemény netdevice audit, akkor le fog futni az ott látható script, és abban a scriptben ugyebár a két sorral fölötte exportált interface változónak a shell script szintű kezelése látszik. Ez ugye az a paraméter, ami az ő instance meghatározására, tehát a példányosítására szolgál. És egyébként mi történik, ha a loopback interface az, amelyik éppen megjelent, akkor az ifconfig parancsa fölkonfigurál az interfészt, ha nem a loopback interface, akkor pedig ott a fi után az exec ifappal látszik, hogy lefuttat egy ifap nevű parancsot, és azzal konfigurálja fel magát az interfészt. Hogy ki az az ifap parancs, hol van, honnan indítjuk, ez így maradjon édes titok. Na most, összefoglalva tehát ezt a két egyszerű kis példát. Maga az elv nagyon nagy mértékben változott. Nem egy szekvenciális parancsfuttatás van, nem scripteket futtatgatok. Nem bóckodok 3 éves óvodásként, 4. azzal, hogy majd én megírom, aztán vagy jó lesz, vagy nem, hanem komoly jobokat írok meg. Kár, hogy a komoly jobokba ugyanazokat a komolytalan scripteket kell belevésni. Cserébe megjelent annak a lehetősége, hogy egy adott esemény hatására egyszerre ráveti magát 8-10-15 féle szolgáltatást, indító mechanizmus, ami ha a hardware alkalmas rá, akkor esetleg ugye azt is lehetővé teszi, hogy gyorsan legyen az indítás. Még egyszer, ha a hardware alkalmas rá. Sajnos a processzor az gyorsabban gyorsul, mint ahogy a háttértáron gyorsul. Azért jelent egy gyorsulás, hogy a szekvenciális megvárja. Ebben egyetértünk, hogy ez teljesen egyértelműen lehetőség, és ha jól van megcsinálva, akkor igen, ettől gyorsul. A baj, hogy még az elején járunk ennek a világnak. Tehát egyelőre még nem teljesen tökéletesek a függőségi fáknak a kiépítése. Tehát sok esetben bizony olyasmire is várunk, amire nem kéne várni, mert hát ez még egy friss, mit tudom én, 5 éves valami, és még nem biztos, hogy mindenről megtalálták, hogy hát nem kell itt, lehet indítani már itt is, attól függetlenül. Ez egy folyamat. Gyorsít, de mint mondtam, az IOR rendszer sajnos meg fogja fogni. Tehát jó IOR rendszerrel, és egy rendes szerver környezetben valóban nyerhetsz vele. Kérdés, hogy most ez fontos-e az indítási idő? Én azt mondom, hogy az még mindig nem. Az egy érdekes dolog, hogy az eseményvezéreltség hatására fa struktúrába lehet szervezni, hogy mikor induljanak, mire várjon, mire ne várjon. Lehet vele gyorsítani is, de leginkább el lehet egymástól különíteni az egymástól ténylegesen független dolgokat. Úgyhogy, hogy mondjam, én a System 5 initet jól ismerem, és többé-kevésbé el vagyok a hibáival. Ha választani kéne, akkor én azt választanám. Ha azt nem választhatnám, akkor ezt választanám. Egy baj van,
nem választhatok. Mert a szolgáltat, bocsánat, akik a disztribúciót összeállítják, azok választanak én helyettem. Nyilván majd akkor választhatok, hogyha írok magamnak Linuxos disztót, az nem ma lesz. Úgyhogy ezzel úgy vagyok, hogy még értem, még átlátom, és még el tudom fogadni azokat az előnyöket, amik előnyök. Cserébe nem 40 éve működő szoftverről van szó, hanem mondjuk 5 éve működő, de ha 10, akkor még mindig 25%. És én úgy érzem, hogy még kiforratlan. Nincs jól megcsinálva a függőségkezelés, a párhuzamosítás, nincs kidobálva az, aminek ki kéne legyen dobálva, nem egyértelműen a legoptimálisabb módon vannak szétszedve a dolgok. Nyilvánvalóan itt is lehet olyanokat csinálni, hogy közös részeket kirakunk, és mindenki erre a közös rész által generált eseményre vár, és majd úgy indítja az alkalmazást, és csinálja, amit csinálnia kell. De őszintén szólva ezt a shell scriptekkel ugyanúgy meg lehetne csinálni, tehát ezt nem érzem előnek. De hát, lássuk be, nem az én feladatom, hogy eldöntsem, hogy ez most jó vagy nem jó, és nem azon múlik, hogy szeretem vagy nem, így működik. Valahogyan történik egy olyan esemény, hogy bekapcsolják a képet, ez még viszonylag jól behatárolható, valaki odament és megbökte egy pálcikával a bekapcsoló gombot. Ez azt eredményezi, hogy bootloader, kernel, init. Ennek lesz egy olyan pontja, amikor föltérképezi a hardware-t, a hardware elemek föltérképezése generál olyan eseményeket, hogy. És onnantól kezdve ez az egész önjáró módon elindul. Ez a bajom vele, bocsánat. Ilyen eseményt lehet létrehozni? Már olyan értelemben, hogy nem hivatkozni meg végül, hanem... Természetesen, tehát csinálsz egy saját jobot, és azt mondod, hogy startan kiskutya füle, és innentől a te dolgod, hogy init control emit kiskutya füle. Vagy bármelyik másik alkalmazásba beírod, és innentől ilyen esemény van, és az adott esemény hatására a te szoftvered elindul. Úgyhogy igen, a válasz az, hogy te magad definiálhatsz ilyeneket, van egy halom előre definiált, lásd, startup. Mondjuk, ami ugye elindítja ezt az egész modellavancot. Meg ezek, amiket ők ugye gyárilag elkészítettek, de ezek is úgy lettek, hogy valaki hasál ütött, és azt mondja, hívjuk így az eseményt. Úgyhogy érdekes eszköz, időnként olyan megfoghatatlan, hogy mikor mi fog történni. Ennek a párhuzamosításnak, az eseményvezéreltségnek megvan az a hátulütője, hogy olyan nem teljesen egyértelmű, hogy egy adott művelet mikor fog megkövetkezni. Mert nyilván, ha az adott esemény, amire vár, az bejön. Na de az mitől jön? Hát attól jön, hogy 43-mal előtte valamelyik másik esemény előállt. De természetesen beleszól mindenki más, aki ugye itt ebben az esemény láncolatban elindul, újabb eseményeket generál, azaz lesz benne némi véletlenszerűség. Tehát nem lehet azt mondani, hogy pontosan, garantáltan, teljesen egyértelműen, biztosan lehet tudni, hogy az akkor történik, mert mindenféle ütemezésbeli huncutságnak lehet olyan következménye, vagy a diszk éppen belassul, vagy a hálózatnak olyanja van, hogy az esemény 20 másodperccel később történik. Ami normálisan felépített fa esetén nem baj. Csak én azt mondom, hogy ez még nem egyértelmű, hogy normális és jól van megcsinálva. Lenne a kérdésem, hogy arról válhatnám, hogy mi van ha több esemény megkövetkezett szükséges ahhoz, hogy elindulhasson egy újabb. Tehát például, hogy FTP démon, akkor szabad, hogy elinduljon, hogyha a hálózat működik, és a FireRender is. Szerintem ilyen példát nem mutattam, de emlékeim szerint ilyen is van. Egyszerűen start on, és amíg nincsenek meg az összesen, az általam előírt események, addig vár, gyakorlatilag. Tehát ilyen értelemben, ha ezek az események egymástól függetlenek, akkor persze ezt is megmondhatod.
Nyilván, ha egymástól függenek, akkor egyszerűbb ilyen láncba szervezni őket, de mondom, megteheted, hogy azt mondod, ez is kell, ez is kell, ez is kell. Na most, térjünk vissza. És most jön a neheze. System D. Nagyjából ugyanaz a cél. Tehát, hogy gyorsítsunk az indításon, egyszerűsítsünk, átlátható legyen, párhuzamosítani tudjunk. De! És személy szerint nekem ez a de az, ami miatt egy kicsit olyan szkeptikus vagyok. Olyanokat is a System D alá akarnak beépíteni, amik szerintem nem oda tartoznak. Hagyományos esetben System 5 init, valahol a boot procedúra során, nyilván amikor már a diszkor rendszer föl van konfigurálva, minden szinten, akkor majd lesz egy olyan, hogy és akkor mondjuk csatoljuk fel az összes lokális fájrendszert. Ennek nyilvánvalóan előfeltétele a periféria, meg ez, meg az, meg az. Tehát valahol ebben a script gyűjteményben 47-es pontra oda van rakva, és itt most csatolunk. Ezt a csatolást fizikailag egy shell scriptből indított mount nevű parancs fogja elvégezni, amely mount parancs nyilvánvaló módon semmi egyebet nem csinál, mint odaszól az operációs rendszer magjának, és azt mondja, hogy légy szíves, intézd el azt, amit egy csatoláskor el kell intézni. Ahhoz, hogy a fájrendszer struktúrai már bővebbként látszódjon. Na most, a SystemD fejlesztői meg azt mondták, hogy hát ez nem egy ilyen külső script gyűjteményből indított parancs dolga, ez ugyanúgy hihetetlenül szerves része, nagyon fontos, komoly belső része az initnek, mint például az, hogyha egy ő által leindított szolgáltatás meghalt, akkor újra kell leindítani, vagy nem. Hát gondoljunk bele, hát bedugunk egy pendrive-ot a gépbe, hát azt biztos azért dugjuk be, mert látni akarjuk a tartalmát. Most túl az, hogy ez nem feltétlenül igaz. Én ebből úgy gondolom, hogy nem következik automatikusan, hogy attól, hogy bedugtam a pendrive-ot, minden áron fel akarom csatolni. Ők meg úgy gondolják, hogy de igen, de még ha nem is akarnád, akkor is azt nem a kernelnek kell intézni, nem egy shell scriptnek, nem így, nem neked kell kézzel, vagy esetleg esemény hatására, majd azt elintézi ő. Nem az ő feladata, mondom én. De ugye ez az én saját véleményem. Na most, ugyanúgy tulajdonképpen eseményvezérelt, csak a klasszikus, az előzőhöz képest egy csomó egyéb fajta esemény is megjelenik, és eseménynek minősül ebben az értelemben akár az is, hogy ott megjelenik egy fájl egy könyvtárban. De természetesen ugye ugyanúgy, mint a abstraktnál esemény az, hogy és megjelent egy adott hardware. Na most. Cserébe a dolog kezd bonyolultá válni. System 5-os initnél azt mondtam, hogy vannak a szolgáltatást nyújtó szoftver komponensek, amiket valamilyen módon csoportosítok. Ezt a csoportosítást hívom én RAN levelnek, futási színnek. Hármas futási szint ezt a 43 szolgáltatás futtatását jelenti. Ő meg azt mondja, hogy nincsenek futási szintek. Ehelyett úgynevezett target unitok vannak, vagy targetek. Célok vannak. Amely célokat én el akarom érni, amely célok eléréséhez nekem különböző funkciókat kell, vagy különböző műveleteket kell végrehajtanom. Különböző dolgokat kell megcsinálnom, különböző eseményeknek kell bekövetkeznie ahhoz, hogy én azt mondhassam, hogy a célt elértem. Na most, ez eddig még csak nevezéktan, hogy míg a futási szinteknek számuk volt, a targeteknek nevük van, az már egy lényeges különbség, hogy a futási szintek eléggé szűken voltak,
ezzel szemben ilyen targetet, hát annyit definiálsz, amennyi jól esik. Na most, ezeket a targeteket ugyanúgy valamilyen leíró fájlban definiálod, mint ahogy az Upstartnál mondjuk egy job fájlban leírtad a jobokat, ezekben az akármi conf nevű fájlokban, vagy mint ami tulajdonképpen az a bizonyos shell script volt a System 5 initnél. Hogy ha ez a shell script lefut sikerrel, akkor gyakorlatilag elértük azt a célt, hogy a cron szolgáltatás elindult. Na most lényeges különbség, hogy sokkal komplexebb ilyen célokat lehet definiálni. Na most, helyből van egy vagon, mint látható, hivatalos helye per lib könyvtár, SystemD nevű alkönyvtárának, System nevű alkönyvtára. Ezeknek a targeteknek ilyen akármi pont target nevű fájlban van a helyük. De ahogyan a System 5 initnél mondta, hogy rtc per init per d per script, és cserébe rc akármi pont d-ben is van egy symlink, ugyanígy itt is lehetnek symlinkek ezekhez a targetekhez, azok itt a per rtc per system d per system alatt vannak. Na most, ez egy meglehetősen érdekes dolog, mert ha jobban megnézed például ezt a példát, azt mondom, hogy az rtc system d system per default target, ki lehet találni, azért hívják így, mert ez az a cél, amit globálisan el akarunk érni. Magyarul, amikor egy ilyen System D-t használó rendszer elindul, akkor ő ezt a default targetet próbálja előidézni, hogy ez a helyzet előálljon. Tehát ez jelen pillanatban azt mondja, hogy egy graphical target nevű célra történő hivatkozás. Lefordítom. Ezt egy olyan gépről vettem, ami grafikus felületű operációs rendszer környezet van, mondvá, hogy hát itt mégiscsak az lenne a cél, hogy szerencsétlen user, aki elé ül, az már ne egy ilyen fekete alapú zöld konzol előtt dolgozzon, hanem kapjon valami normális kimenetet, valami jól kinéző környezetet. De ha neked olyanod van, és ez egy szerver, akkor ebben a per systemdében meg kell keresni, vagy nyilván, ha használod, akkor meg fogod egy idő után tanulni, hogy van egyéb olyan target, amire szimplán ezt a symlinket átállítod, és ettől kezdve a következő bootnál a rendszer mondjuk már klasszikus szerver üzemmódba, karakteres környezetbe fog bejutni. Na most, vannak ilyen előre definiált célok. Érdekes módon, ugye a default az, mint mondtam, az, amit el akarok érni, a többi az úgy emlékeztet valamire, mi van ide írva, halt, reboot, hát ez ugye eléggé emlékeztet a rendszer indítással, leállítással kapcsolatos dolgokra. Hát az emergency az kicsit kakuk tojás, de hát nyilván, ha nagyon nagy gáz van, akkor azt kell elérni. És nesze neked, itt nincs run level, vannak run level akármi nevű targetek. Ugye még rémlik, hogy többször elmondtam, hogy azért kell a System 5 initet megérteni, mert vissza-vissza köszön. Na jó. Ugye az előző példákat az Ubuntu-ból vettem, ezeket a példákat éppen egy Fedora 19-ből vettem, valódi jelentősége nyilván nincs, bármilyen SystemD-t használó eszközből előhetném. Na nézzük! Itt található az a bizonyos default target, ugye említettem az illet az előző ábrán szerepelt, hogy ezt ahonnan éppen vettem, az egy grafikus környezetű rendszerbeli default target, tehát nem meglepő, hogyha jobban megnézed, ott valami grafikára utaló jeleket lehet találni. Na szóval, a szintaxis, gondolom nem mondok vele újdonságot, végre egy újabb szintaxis, ilyen eddig még nem volt, amióta ezt a előadás sorozatot tartom. Más kérdés, hogy annyira azért nem gáz, aki Windows-t már használt, az ezt a ini szintaxist azért szoktam ismerni. Na mindegy, szóval itt a unit, description, documentation, ezzel úgy vagyok vele, hogy azt hiszem nem kell magyarázni. És jön néhány érdekesebb rész. Requires. Ez micsoda? Hát ugye, ami a jobban, hogy mik azok az események, amik ha bekövetkeznek, akkor majd történik valami. Hát mik azok a targetek,
amik ha megvannak, ha már beteljesültek, akkor végre eljuthatok odáig, hogy esetleg ez a cél is elérhetővé váljék. Magyarul a Rick Wires azt mondja meg, hogy ez a bizonyos default target elérése addig nem fog bekövetkezni, amíg ez a bizonyos multi-user target nevű cél el nem lesz élve. Nagyszerű. After multi-user target. Jaj, de jó függőség egy másik megközelítésben. Nyilvánvalóan a Rick Wires az csak annyit mond, hogy ennek már kész kell lennie. Az after ez meg valami utalás arra, hogy de majd azért az indítás során leszünk szívesek később megpróbálkozni azzal, hogy a default target-et elérjük. És nem csak azért, mert hogy az előző requirement előáll vagy nem áll elő. Konflikt. Teljesen egyértelmű. Nem érhetem el ezt a bizonyos default target-et, ha a rescue névre hallgató cél teljesült. Na ettől most itt mindenkinek áll az agya, hogy mi van. Talán még rémlik, hogy amikor az elején mutogattam a telepítést, akkor ott valamelyiknél volt olyan, hogy hát egy nem működő rendszert helyre lehet állítani úgy, hogyha ott a bootloaderből azt választom ki, hogy. Így lehet ilyen úgynevezett rescue módban indítani a Linuxot. Na most hát egy ilyen systemd-t használó környezetben ennek az lesz az eredménye, hogy ő majd a rescue cél elérését próbálja meg kielőszakolni a rendszerből. Tehát ha valamilyen csoda folytán valaki mégiscsak arra vetemedne, hogy megpróbálja az előző graphical default targetet elérni, akkor emiatt a konfliktus miatt ez nem fog sikerülni, feltétlenül fog kapni valami hibaüzenetet a rendszertől, hogy ne haragudj, nem megy, mert vagy ilyen állapotban vagyok, vagy olyan állapotban vagyok. Tehát a rescue az ugye a karbantartás, az meg már ne legyen egyenértékű a kellemes grafikus környezetben, kattogtatok az egérrel szinte. Na most, a once az egy érdekes dolog, olyan, mint az előző require, csak nem annyira erőszakos. Magyarul a requirement nélkül nem tudom elérni a célt, a want nélkül el tudom érni. Akkor persze lehet vitatni, hogy akkor meg minek a want egyébként, de hát ez a jó, ha van kategória. Na most, Hello Isolate, ugye szét lehet választani a mindenféle ilyen-olyan egyéb targetektől, később lesz róla szó. És egyébként, ugye, ha el akarom érni a dolgot, akkor ugye telepítés során ő ugye, default targetként is megjelenik. Mi van? Hát ez a default target. Ugyebár ez rá a válasz, de hát ugye emlékezzetek rá, hogy itt hangzott el az előző ábra kapcsán, hogy konkrétan a default az egy symlink. Arra magyarul én ugye a fejlétszel ellentétben, ahol azt mondtam, hogy a default targetet mutogatom, én nem a default targetet mutogatom, hanem ezt a bizonyos graphical target tartalmát mutogatom, amit a disztribúció előállítója úgy minősített, hogy bocs, grafikus felületű desktop disztribúció esetén, ugyan már telepítéskor állítsuk már be ezt defaultként is. Ezt akarja gyakorlatilag az utolsó két sor jelképezt. Na most, ez eddig szép meg jó, de most akkor hogy van ez? Vannak tehát célok, amiket el akarok érni. Ezen célok eléréséhez szükségem van szolgáltatásokra. Ezeket a szolgáltatásokat kell valamilyen módon előállítanom, elindítanom, futtatnom ahhoz, hogy ugye egy adott célt elértek, minősíthessek. Tehát definiálni kell magukat a szolgáltatásokat is. Azaz, System 5 Init-ben van egy shell script, ő maga egy kerek egész, tartozhat hozzá esetleg konfigurációs paraméter. Egy másik shell scriptben. Upstartban van egy conf file, ő maga egy kerek egész, az más kérdés, hogy az adott
konfájban meghatározott job működése igényel ilyen-olyan-amolyan esemény bekövetkeztét, illetve implikál újabb eseményeket. Itt meg targetek vannak, amely targetek eléréséhez szervizekre van szükség. Most azon kívül, hogy másképp nevezzük őket, körülbelül semmi egyébben történt, mint ami az előző kettőben volt. A webszerverhez hálózatra is szükség van. Ezt le lehetett írni shell scriptben, ez volt a system file init, le lehet írni config-ban, és eseményben ez volt az upstart. Itt meg azt mondjuk, hogy target van és service van. Nagyszerű. Hát akkor itt egy service. Ez az tulajdonképp, aki valamilyen applikáció indításáért felelős. Hasraütésszerűen választottam ki ezt a SmartD nevű szolgáltatást. Gondolom van pár ember, aki tudja, hogy ugye a Smart az a diszkeknek egy ilyen önértékelési zavarok kiküszöbölésére szolgáló mechanizmusa, amivel ugye elvileg előre megjósolható, hogy még 3 perc múlva szétrohadok, és ha kellő időben olvasod, akkor még van itt arra, hogy esetleg mentsél róla. Na most ennek egy Smart DNA-re hallgató megvalósítása Linux alá elérhető elég régóta. Na most ennek a Smart DNA-nek a csúnyán fogalmazva a futtatásáról szóló service file látszik itt. Unit description after, ugye megint csak a indítási sorrendben játszik szerepet. És itt a service, ami ha jobban megnézed, semmi egyéb változó értékadások, hülye nevű változókkal írom le, hogy milyen parancs, milyen paraméterekkel fusson. Environment file, tehát a adott szolgáltatás futtatásához majd ebből a fájlból szedjük elő ezeket az úgynevezett környezeti változókat. Az adott szolgáltatás elindításához azt a műveletet kell végrehajtani. Az adott szolgáltatás leállításához a következő műveletet kell. Sejthető módon, ha szerencséd van, jó, ez nem, de ha szerencséd van, akkor az exec start meg exec reload, bocsánat, reload volt és nem stop, azok ugyanúgy lehetnek shell scriptek, mint ahogy lehetnek scriptek akár a upstartnál, akár a syswine initnél. Itt most éppen pont sikerült egy olyan példát előkapnom, ahol mind a két esetben egy konkrét önállóan végrehajtandó parancs. De ha jobban megnézed, abban a parancsban már megint olyan shell-re emlékeztető konstrukciók vannak, mert mondjuk változó helyettesítés már megint ott van. Az exec startnál is ott van, ott a smart d option, a exec reloadnál ott meg a main pit nevű úgymond változó hivatkozás ott van. Tehát még mindig ott tartunk, hogy azért a shell legalább egy kis részét ugyanúgy érteni kell, föl kell ismerni, hogy mi az az adott konstrukció. Na most, ami egy jelentős eltérés, hogy a System 5 Init-nél is, a upstartnál is, úgymond a standard outputra történik az adott applikációk által kiírt üzenetek kiküldése. Ezt általában a rendszer intézi, hogy maga az úgynevezett System Console legyen. Itt a SystemD annyiban többet nyújt, hogy ő képes nekünk ennek a bizonyos standard outputnak az átirányítására globálisan szerviz alapon, és akár azt is meg tudja mondani, hogy bocsánat, logolni szeretném a hamarosan tagolandó syslogon keresztül. És hát egyébként pedig ugye az install során majd be kell állítani, hogy ő neki van egy ilyen wanted igénye, tehát hogy ő ahhoz, hogy működjön, szükséges ez a bizonyos multi-user target elérése. Gyárod?